Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a piaci áttekintést, ne felejtsétek, hogy jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Azt mondja, hogy a Bitcoin 19.100 dolláron 4,8%-ot csökkent ma. Azt mondja, hogy két éves mozgó átlag alatt 4 éves környékén napi árfolyam lement 30 alá 28,7-en van. Kisebb nézetben 4 órásban így néz ki, 1 órásban így, 15 percesből pedig így. Jó, másik irány, heti gyertyánk az így néz ki, a havi pedig így, bár jó pirosban, ilyenkor kell venni. Jó, és akkor hát itt még egy kis vonal gondolkoztam, hogy behúzom, vagy a órásban nem is látszik, ez csak 4 órásban ide egy picit, hogy ezen jön fel, de hát sokkal erősebb a 20.000 körüli forgás, mint hogy ebből egy komoly háromszög legyen szerintem. Na de nézzük, hogy körülöttünk mi a helyzet, mert hát sajnos a hagyományos tőzsde manipulálja a bitcoinnak az árát. Azt mondja, hogy az arany 1811 dolláros áron kapható még lentebb, mint tegnap. 0,3%-ot megint csökkent az aranynak az ára, az olajnak az ára 1,7%-ot csökkent. Jó a gáz, de jó azt az eget, majdnem 12%-ot, 11,5%-ot csökkent a gáznak az ára, de király. Tovább, tankozás meg nőtt 2%-ot, hát most NATO meg minden, most tolják a pénzeket ezerrel, ugyebár amit lelopnak tőlünk egy jó részét, azt nyomják a tankozásba, utána még meg is tudjanak ölni, mielőtt újraindul az egész rendszer, egész fosztogató rendszer. Azt mondja, hogy a félelem index a tőzsdénnak 28,9-en van jelenleg. A Dow Jones hát nagy szakadásra indult, pedig utána az egész tőzsde mindenhol, még egy kis utolsó kis korrekciót csináltak, de már zöldül vissza minden. Ahogy az megvan írva, hát ugyebár jaj, és akkor ez lesz a főcím is, meg a híradóban is elmondtam, hogy ugyebár itt is a csökkenő infláció meséje. Amit mondtam már egy ideje, hogy lassan hozzák, hogy a jövő pár hét múlva, nem tudom most hirtelen hanyadiká lesz, de jövő hónapban, júliusban a rendes infláció, amit mondanak, majd arra is azt fogják hazudni, hogy most már csökken, és akkor hagyni jön egy kicsit a piac az évvégi energiakrízis előtt. Jó, legalábbis én így látom, a Dow Jones az 0,4% mínuszban van tegnapi záráshoz képest, az S&P 1,4% mínuszban, a Nasdaq is 0,4% mínuszban. 15 percesbe így néznek ki, és akkor dobjunk rá egy bitcoint, hogy kettő egymáshoz képest hogy haladnak. Azt mondja, hogy na hát megint túlszakadt a bitcoin, nem kellett volna ugyebár 20 alá lejönnie, mert mi a jó Istennek jött le. Mikor az összes tőzsde, ami ezért rizikós, meg szerencsejátékos cég, az már mindig becsődölt kb. Jó, tegnap estéhez képest, vagy tegnap esti tőzsdézárásra képest ekkorát szakadtunk, hogy lejött 20 az most 19-re a bitcoin. Mai nyitás az meg úgy ment, hogy a magasból szakadás. Hát ma, mióta nyitott a tőzsde fél 4-kor, azóta a bitcoin kb. Pariba tartja magát, ugyanúgy megy, mint a tőzsde, ahogy szokott. És ugyanúgy manipulálja a hagyományos tőzsde a bitcoinnak az árát, mint ahogy szokta sajnos. Jó. Azt mondja, hogy ja, gyerünk vissza napiba, azért nem látom itt a mindenféle berajzaimat. Jó. Oké, kicsit még balra. Jó, akkor így áll a bitcoin 19.100-nál, és akkor nézzük is tovább. Termékek, szolgáltatások, jöttek ki új riport, a gazdasággal kapcsolatban nem. Hogy a jó Isten behívja be ezt legnagyobb bál? Na, vett még 800 bitcoint, most itt 20.200-on, még a szakadás előtt vette akkor. Tegnap este fél 11-kor vett még 815 bitcoint. Oké. Így lett hosszú távon gazdagnak lenni, ugye már főleg jó, amikor akciósan jó pirosban van akkor bevásárolni. Azt az eget valami megindult a hányan keresnek a kifejezésekre. Sztoriba, egy kicsit, mintha elkezdett volna lenni. Ez még nem egy jelentős, majd meglátjuk holnap mi lesz, de egy picike növekedés most itt látszik benne. Egyre többen keresik a kriptókat. Jó, azt mondja, hogy piaci értékek tekintetében az Ethereum, jaj, benne sincs. Top 100-ba sincs. De hol? Valamit mutat pedig. Jaj, csak itt az alján, hogy Ethereum. Jaj, kiesett a top 100-ból az Ethereum. 103. helyen van csak az Ethereum. 125 billió dolláros piaci érték és 1036 dolláros áron kapható. A bitcoin leesett a 19. helyre, mert már nagyon ez a
Kvejcsó mutáj, hát ez biztos, hogy ez nagyon jó. A Kvejcsó mutáj az megelőzte, jó? Bitcoin most a 19. helyen van, ippek, hogy benne a top 20-ban. Mindjárt még a top 20-ból is kiesett, hogyha így folytatja. 365 billió, idéglenesen rövid távon, ugye vár. 365 billió dolláros a piaci értéke, jelenleg és 19.150 dolláros ár környékén kapható. Mit jelent ez magyar forintban? 7.235.000 forintot ér egy darab bitcoin, vagy 7200 grammia, ha úgy vesszük. Azt mondja, hogy telje kriptovaluták összpiaci értéke, nem most már jobban lejött, 900 billió alá, 862 billió dollár. És akkor 65 per 82. A 7,5%-ával kereskedtek most már a piaci értékének az elmúlt 24 óra folyamán. A bitcoinnek a piaci dominanciája 42,4%, az Ethereum 14,6%. Hát a bitcoin kb. Tartja magát, az Ethereum az még majdnem vagy 0,5%-ot csökkent, tegnap 15 volt, ha jól emlékszek. Akkor összességében, hogy hú, na igen, 43% van most már, vagy 57, mindegy, 43% van most már a többi kriptóban. Top 20-30-ban, semmi mozorgás nem lesz itt, hát az nagyobb mozgások kellenének a piacon, oké. Okay. DeFi-ben mennyi tőke van lekötve? 72 billió volt még tegnap, most már csak 70 billióval lekötve. Egyes blokkláncokban melyikben van több-kevesebb plusz-minusz 5%? Hát legyen úgy. Solanában 8%-kal kevesebb, Maticban 6%-kal kevesebb, Phantomban 5,5%-kal kevesebb. Optimismbe 9,5%-kal kevesebb, Aurorában 5%-kal több. Elrondba 7,5%-kal kevesebb, Celóba 6%-kal kevesebb, Cardanóba 5,5%-kal kevesebb. Jó, haladjunk tovább. Rajongói tokenek, NFT-k hogy mennek? Rajongói tokenek 71 millió dollár értékbe keltek el az elmúlt 24 órában, 33%-os növekedést jelent ez, NFT-k pedig 31 millió dollár értékbe, ez 70%-os növekedést jelent elmúlt 24 órára vetítve. Kadénánál friss hírek jöttek, aha, nem is egy, jaj, de még mennyi, na jól nézzük, azt mondja, hogy Marmalade jó, a Kadénának az NFT piacáról beszéltek itt, oké, akkor igen, a fejlesztéseknek a felgyorsítása, meg minden egyéb, erről is volt beszélgetés Kadénáikkal. De na te, ez micsoda? Trust, Counterfeit, hát jó, itt volt, mert még egy valami beszélgetés YouTube-on ezért Kadénáikkal, oké. És akkor tovább, YouTube-on megint lesz valami, oké, YouTube élő műsor, de DNA-tek, oké, ez ami az erőből szó, ugyanazt hozták itt megint fel. Aha, DNA, jó, itt akkor ki is adták konkrétan, be is linkelték a YouTube-os videót. Oké, blokkláncok hétköznapjára fognak válni, ez az, amit erről beszélgettek. Jó, és ennyi. Nézzük tovább, Kadénába 1,9 millió volt tegnap lekötve, most ugyanúgy 1,9 millióval lekötve, hogy lejött 1.6-ról 1.5-re. És akkor CoinMarketCap-en valami kéne valamit figyelnem, amit még nem figyelnék egyelőre, hát nem, ezeket mind vág. Ezt a Prometheus-t mondtam tegnap, hogy mi a jó istentől nő, az nem egy komoly dolognak tűnik, ma már vissza is szakadt 22%-ot, jó. És hát itt sincs más, ami egy komoly dolognak tűnne. Jó, azt mondja, hogy visszatérve Bitcoin 19.100 dolláron, hát 4,8 közel 5% mínuszban van jelenleg. Akkor azt mondja, hogy hű, mínusz 10%, meg aki zöldben van, azokat nézzük meg. Zöldek nem, mínusz 10-ese. A render token most kicsit visszajött, 14% mínuszban van. A Shiba, hát az kb. Nullán tartja magát, 0,2% pluszba, Algorand 1,5% pluszba, a Stax okosszerződésen Bitcoinon 10,5% mínuszba. Na most meg mitől indult meg a Convex a körvön? Jó, Convex 15% pluszba, úgy látszik ő nyerte a napot, jövő még kereskedelmi mennyiségben is jó megtolták ma. Jó, a Power Ledger energiakereskedésével blokklánc alapon 10% pluszba. Na, a Luna az, minyurkát szerencsétlenkedett felfelé, most meg már csökkent, és majdnem 20%-ot szakadt. Te hajnaltól 19% mínuszban van.
Huobinak a tokene, hát jó kriptotős, de az van egyedül nullán, olyan 0,2% pluszba. Jó, nagyon. Affinity az tök mindegy, hogy mit csinál, az oldal az egy két hónapja csak oldalra megy, semmi mozgás, komolyabb mozgás nincs benne. A LuxRare 4,5% pluszba van, az Immutable-ex 3% pluszba. A PoddShares 0,5% pluszba, az egy komoly dolog. Trust Wallet, Crypto pénztárcának a tokenje, az 6% pluszban van. Jaj, de jó megállt a szakadása a Tonecoin-nak, a magyar projektnek, tök jó, egy kis korrekcióval tegnap, de már meg is állt, meg 2% még annyit se csökken, mint a Bitcoin. Jaj, de jó, kéne már venni előbb-utóbb ebből is. Remélem közületek már páran vettek. Azt mondja, hogy Compound van mínusz 10%-ban, az Alchemy Pay plusz 3%-ban, az RLC van 12% pluszban, jaj, de meg akart az indulni ma. Ennyi azért nem olyan szuper komoly, egy közepesnek elmegy. Az AMP mit csinál, az AMP mire indult meg, hát az is már jól összeesik holnapra. Mire húzott ez 49-50%-at, ez teljesen irreális. Meg a CEC van még 1% pluszban. És akkor itt nem is nagyon, Telcoin, jaj, hát ez senki ne vegyen, kb. 12% mínuszba. A MIR, amit a tegnap mondtam, hogy hiába nő, semmit nem nő, hát szőröstő-bőröstő megvettem, mert a Polygon nem fogja sehova nőni, semmit nem csinálnak már kb. Magukba. Nem is értettem tegnap, mire felnőtt az ára, most 15% mínuszba van. Na, a Pharma Pump and Dump séma egyszer fel, egyszer lesz, semmi komoly, ez is csak egy szerencsejátékos hülyeség az egész. 10,5% pluszba van, de ettől függetlenül ezért senki ne vegyen. Jó, nem ajánlott egyenesen, rizikósak, Celsius, mínusz 17%, Lunce, mínusz 23%, USTC, mínusz 37%, Encore, mínusz 24%, minden lunás bigyó, ami összeomlott egy két hónapja, az minden szakadt be még jobban most, hát kicsiket nőttek, de utána megjön is a átvevés, csak korrigál, mondjuk azt, hogy korrigálnak, mert egész jókat nőttek az elmúlt napokban, oké, legyen csak ennyi. Jó, stabil kriptók, Tronnak a stabil kriptója 0.99, az tényleg egész stabil most. A Neutrinoé 0.98, az is egész jól tartja magát. Lidónak az Ethereum másolata 0.96, hát egynek elmegy. Jó, és akkor a Bitcoin 19.100 dollár van, legyen ennyi mára. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!